A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium minden évben megrendezi a pályaorientációs napot, melynek célja, hogy segítse a végzős diákokat. A program során a tanulóknak lehetőségük volt választani a különböző előadások közül, amiket egyébként az intézmény egykori diákjai tartottak, akik még egyetemi hallgatók, vagy nemrégen fejezték be a tanulmányaikat, így már a munka világáról tudtak beszámolni. 2015-ben végeztem, utána pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar jogász szakán tanultam tovább, és tavaly végeztem, tehát frissen egy éve dolgozom, és azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentene, ha így visszagondolok, hogyha én a végzős éveim alatt találkozok testközelből egy olyan diákkal, aki éppen nemrég, vagy éppen most tanul egyetemen, és kicsit bevezetett volna abba a világba, ami az egyetemen történik, ami az egyetemi életnek a lényege, hiszen a gimnáziumi tanulmányok után úgy gondolom, hogy nagyon furcsa és szokatlan a tanulóknak, hogy a gimnáziumi élethez képest mekkora szabadságot kapnak, mennyivel önállóbbaknak kell lenniük hirtelen. Kijönnek innen, ahova reggel 8-kor be kellett járni minden nap, és bekerülnek egy olyan létbe, ahol ezt senki nem követeli meg tőlük, és mindent önállóan kell megcsinálniuk. Link Réka a média és kommunikáció szakról mesélte a tanulóknak. Kommunikációs médiatudomány szakról tartottam előadást, amit én a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanulok, úgyhogy inkább ebbe az irányba vittem a dolgot. Beszéltem pontosan arról, hogy milyen ez az egyetem, milyen tantárgyak vannak, milyen a szak, illetve igyekeztem azért gyakorlatív információkat is elmondani arról, hogy például hova lehet elhelyezkedni, illetve hogy milyen az egyetemi élet. Tagja vagyok a színjátszós csoportnak is, így érdekel az egész, meg Rékát is ismertem, és gondoltam, miért is nem. Jobban az a művészeti ág felé kacsingatok, de benne van ez a kommunikációság is. Nagyon élveztem, tényleg így gyorsan elment, tök jó, hogy ilyen részletes volt. Kapcsolatokat kiépíteni, beleintegrálódni a gyár mindennapjaiba. Akiket a mérnöki képzés érdekelt, őket Károlyi Gergő várta, aki jelenleg üzemmérnökként dolgozik egy multinacionális nagyvállalatnál. Nagyon sok szorgalom, motiváció, alázat és kapcsolatok. Jó együttműködés, csapatkészség, és ez mindenképpen nagyon fontos, hogy az ember egy nagy cégnél, mint mérnök érvényesülni tudjon, illetve a tanulmányait sikeresen időben elvégezze. Sokszínű, kihívásokkal teli. Az iskolapad nem minden esetben készít fel rá sajnos, de ez a szépsége a szakmának, hogy problémákat kell megoldani, alkalmazkodni kell, és csapatként kell dolgozni. Tetszett, nagyon jó volt, mert szerintem igazából sok extra információt tudtam meg nem csak az egyetemről, hanem az egyetemi életről is. Viszont az elektronikus útról nekem annyira nem jön be, most van, aki nyilván gépet az órára és az előjegyetel, vagy nem sok embernek van iPad-je, tabletje, még konkrétan tényleg az előjegyetelmét is fizetve. Wiesner Dalma az ELTE pénzügyi számvitel hallgatója. Friss élményekről tudott beszámolni, hiszen tavaly végzett a gimnáziumban. Eddig élvezem. Egyelőre az első fél évet nem tartottam olyan nehéznek, teljesíthető. Hát, még most jön a vizsgai időszak, pont most kezdődik, aztán nem érte kicsit még félek, hogy fog alakulni, mert ugye ez még új élmény. Olyannak ajánlom ezt a szakot, akit egy kicsit is érdekli ez a pénzügy számviteles világ, mindenképp, és szeret matekozni. Természetesen idén sem maradt ki, talán az egyik legnépszerűbb szak a pszichológia. Hát igazából én a biológia meg az angol párt szoktam tanácsolni, hogy ezzel felvételizzenek, mivel így már az első években is nagy hangsúlyt kap ez a két dolog, és igazából folyamatos tanulás kell hozzá, hogy az ember nem maradjon, nem gondolnám, hogy teljesíthetetlen, szóval, de azért készülni kell mindig folyamatosan. Most vagyok végzős, tehát 5. éves, és én ezután doktorálni szeretnék majd megkutatni még egy kicsit, aztán pedig a szakképzést megcsinálni. Most fejlődés és klinikai pszichológiát tanulok, úgyhogy majd a gyerek pszichológiával szeretnék foglalkozni így a továbbiakban. Empátia mindenképpen, meg egyfajta érdeklődés, egy olyan odafordulás az emberek felé, hogy tényleg kíváncsi legyek rájuk,
hogy mi az ő problémája, vagy hogy hogy tudok nekik segíteni, de hogy az elsősorban a kliensekről szól, nem rólunk. Megvannak az előnyei, meg a hátrányai is, szerintem összességében egy hálás feladat, de hogy vannak olyan kihívások, amiket sok tapasztalattal is nehéz megugrani. Az iskola legfőbb célja, hogy a diákok a lehető legjobb eredményeket érjék el a közép- és emelt szintű érettségi vizsgán, illetve hogy a választott pályán sikerrel vegyék majd az akadályokat.